Sziasztok, ez itt az Esély Lesők, én Bíró Dávid vagyok, és ma is itt mellettem Haraszti Ádám és Szabó Pít. Hello, hello, sziasztok! A mai napon is a Premier League-gel kezdjük itt a mérkőzések kibeszélését, abból is a Tottenham Chelsea találkozóval. De ha tabellára rákukkantunk majd, akkor látni fogjátok, hogy még nagyon hazudik, mert nyilván szezon eleje van, de hogy mégiscsak... Miért kell lelőni a poént komolyan, mert az adás legelején, nem hiszem el, semmiféle dramaturgia érzik. Ne haragudj. Szóval akkor ezt visszaszkippeljük, majd skippelni is fogunk. Szóval hetedik helyen áll Tottenham, úgyhogy van 4-10 pontos csapat, 3-9 pontos csapat, egyelőre Tottenham is a 9 pontosak közé tartozik. Helyén van, nincs a helyén, kicsit korai. Túl jó helyen van. Túl jó? De ez nem marad így sokáig, tőle tartsunk. Tehát megnyerték ugye az első három meccset 1-0-ra. Ebből a Manchester City állni nézett ki a legjobban, mert ott tudták azt a focit játszani, amit Nuno szeret, tehát hogy beállsz a saját térfeledre védekezni, aztán onnan próbálsz kontrákat vezetni. A következő két meccsen a Watford és a Wolverhamptonnál azért már eléggé docögött a gépezet, mert ott támadni kellett volna. És hát mindkét meccsen megszerezték a vezetést, és ez egyébként nagyon nagy szerencséjük volt, mert egyébként akciókat ezeken kívül nem nagyon tudtak vezetni, és szerintem a legtöbbet az mondja erről a Tottenhamről, hogy az egész ligában összesen három csapat van, amely kevesebbszer próbálkozott lövéssel náluk, és akkor mondhatnánk, hogy jó, de legalább jól védekeznek, de sajnos ez sem igaz, mert összesen négy csapat van, amelyik több lövést engedett az ellenfeleknek, mint ők. Nyilván ebben benne van a Manchester City elleni meccs, az, hogy a Crystal Palace ellen viszonylag sokáig 10 emberrel kellett játszaniuk, de hát a Wolverhampton meg a Watford is nyomás alá tudta őket helyezni. Nyilván ez a Nuno focinak a része. Annyi azért pozitívum mellettük, hogy annak ellenére, hogy sokat lőnek ellenük, ezek a lövések átlagosan alacsony minőségűek, de azért azt látjuk, hogy ez nem feltétlenül egy fenntartható dolog, hogyha itt komolyabb célokért akarnak küzdeni a szezon során. Ami nem tehet jót a védelemnek, vagy nem jó hír a védelemnek, hogy Dyer sérült, ugye? Tanganga eltiltott, hát Cristiano Romeroval a meccs napján fog kijönni a karanténból, és elvileg Davinson Sánchez talán a meccsre felépült. Hát ez egy ilyen elég furcsa sztori egyébként, mert ugye a Tottenham játékosai ugye főkolombosok voltak ebben a brazil-argentin balhéban, ugye amikor nem írták be, vagy elfelejtették, hogy Angliában jártak az elmúlt két hétben, amikor megérkeztek Brazíliába. Ugye szóval nekik is volt köszönhető nagy mértékben ez a balhé, ami volt ott azon a meccsen. És ugye Horvátországban készülnek külön edzővel azért, hogy legalább formában tudjanak maradni, mert ugye, ha Angliába jöttek vissza, akkor meg ott kellett volna karanténban lenni, úgyhogy kvázi így is karanténban vannak, csak kicsit szabadabban mozoghatnak. Azt, hogy így hogy tudsz beállni? Most volt olyan cikk, ami már azt írt, a Times például már azt mondta, hogy játszhat elméletileg ezen a meccsen Romero, hát marha nagy szükség van rá, nyilván megy, mert nincsen épkézlen védőjük, akit be lehet vetni. Mióta Nuno a kispadon ül, azóta, hát a játékot nagyjából elemezte Pete, de vannak itt komoly személyi változtatások. Dele Alli például kifejezetten nagy szerepet kap, és Oliver Skip, aki viszont kirobbanthatatlan a középpályáról például. Ezzel a középpályával nekem igazából annyi a gondom, hogy nincsen benne semmiféle kreativitás. Tehát még Hölgybergről lehet ezt a leginkább elmondani, hogy ő sem az, aki mondjuk a támadó harmadban kiosztja az utolsó passzokat, hanem mondjuk aki eljuttatja oda a labdát, és ő játszik most az egyik 8-as pozíciójában. És szerintem ez volt az egyik ilyen nagy, nagyon látványos hiányossága Tottenhamnek az első fordulókban, hogy egyszerűen a középpályáról semmiféle ötlet nem jön. Oliver Skip nagyon jó volt a Championship-ben, de hát előrejátékban ő sem tud nagyon sokat hozzátenni. Amikor Harry Winks játszik, ő még annyit sem tud hozzátenni, és Delalinak is azért az az erősség, egyrészt védekezésben is nagyon jól használható, meg ő tud mélységből érkezni a 16-oson belőle, tehát amikor ő csatár mögött játszott, Harry Kane mögött játszott, ott is inkább az volt a szerep, hogy Harry Kane lépegetett vissza a labdákért, ő pedig érkezett a 16-oson belőle, tehát ő sem az, aki váratlanul ki fog osztani mondjuk egy utolsó labdát. És hát itt jön a képbe az, hogy mondjuk Lo Celso nem nagyon játszott még eddig a szezonban, legalábbis kezdőként nem, pedig az ő hiánya azért itt kvalitásokban elég érezhető. A konferencia liga selejtezőjében nagyon jó hát is volt. Igen, ott nagyon szükség is volt rá, ezt érezzük. És hát Ndombele az, aki teljesen kikerült. Első meccs után, bocsánat, azért ott volt baj a Tottenhamnek, úgyhogy ott valóban szükség volt rá. Ugye Ndombele meg teljesen kikerült a Pixisből, hát az ő eset az különösen érdekes, ő még Mason-nél került ki a csapatból, és elvileg nagyon megsértődött, mikor nem játszott, vagyis nem küldte őt pályára csereként sem Mason a Liga Kupa döntőn, és a nyáron távozni szeretett volna, azóta pedig úgy tűnik, hogy egyszerűen Nuno sem számít rá, pont ezért, mert mondjuk a hozzáállásával nincsen megelégedve. Az már más kérdés, hogy így hogy őrzöd meg egy játékosodnak az értékét, hogyha még jelet sem mutatsz arra, hogy mondjuk valamiféle bizalmat fektetsz belé. Beszéljünk Emersonról is, ugye, aki jobb háti poszton mondjuk legutóbb a Palace ellen játszott. Hát Zaha úgy forgatta, mint ahogy a hölgyeket szoktuk mi a táncparketten gyakorlatilag. Nagyon kellemetlen volt nézni védeket. Ugye? Ugye? Hát mint ahogy Zaha labdával, Emerson pedig próbál védekezni. Jó, első meccs volt a Premier League-ben, és azért Zahával találkozni rögtön azért ez nem egy egyszerű történet. Szerintem Emerson egyébként jó lesz ebben a Spurs-ben, pláne hogy még ebben a Nuno fociban is
a szélső védők általában nagyon magasan helyezkednek, valamelyik középpálya szokott visszalépni a védők mellé vagy közé. Arra kell törekedni a Spursnek egyébként, hogy Emerson területbe érkezzen, mert arra a Palace ellen is volt jó párszor példa, hogy ő egy az egyben maradt mondjuk a védőjével szemben, ő nem nagyon tud kicselezni senkit. Tehát, hogyha a statisztikáit megnézzük, még a Betises időszakából átlagban kevesebb, mint egy csel csinál meg meccsenként, viszont ha van területe, akkor nagyon jól tudja segíteni a támadásokat, ez kell ahhoz, hogy belőle kihozzák a maximumot. Illesszük rá két csapatot egymásra. A Spursnek az a típusú játéka, ami mondjuk működött a City ellen, az a Chelsea ellen is beválhat egyébként? Meglepne. Igen? Nem tudom. Előre ebben a Tottenhamben így nullóval, pláne Chelsea ellen nem látom magam előtt valahogy se azt, hogy hatékonyan tudnának játszani, se azt, hogy tényleg nem tudom. Ez a Chelsea azért annál sokkal jobban működik szerintem, hogy bárki komoly meglepetést tudjon velük szemben felmutatni ebben a szezonban, tehát nem meg tényleg a kreativitás, mint olyan annyira nincsen benne egyelőre a játékában, hogy nehezen tudom azt elkezdeni, ha csak tényleg megint nem valami talált góllal sikerül esetleg a meccs elején valamit összehozni, és akkor tényleg ráfeküdhetnek arra, hogy szétbekeljék magukat, maximum így. Igen, hát a Manchester City ellen, hogyha emlékeztek, ott azért egy olyan City ellen volt a kontrája Spursnak, ami még közel sem állt össze. Tehát például Benjamin Mendy játszott bal hátvédet, aki most jó ideig nem fog játszani, inkább egy cellában üldögél jelen pillanatban. És egyébként az egy jó iránymutató, hogy ez a két csapat, a Tottenham és a Chelsea játszott egymással a nyár nagy felkészülési mérkőzést, akkor is nagyjából hasonló hadrendekben futballoztak, a Tottenham 4-3-3-ban védekezett, a Chelsea pedig ezt a szokásos 3-4-2-1-et játszotta, és ott az okozta a legfőbb problémát, hogy egyrészt a középpályát ők nagyon szépen levédték a három támadóval, három belső középpályásról, viszont a szélességgel nem tudtak mit kezdeni, tehát a két szárnyvédővel, de általában az egyik középpályásnak kellett kiváltani, viszont úgy középen tudott létszámfőn kialakítani a Chelsea, ebből lehet gondja most a Tottenhamnek, hogy kontrákat végig tudnak-e vinni, a Chelsea ellen nem nagyon szoktak kontrákat végigvinni a csapatok, inkább akkor tud eredményes lenni a Chelsea ellen, hogyha sikeresen letámadod őket. Erre jó példa volt egyébként itt a hétvégi Aston Villa elleni mérkőzés, hiába nyerte meg azt 3-0-ra a Chelsea, a Tottenham nem fog magasan letámadni. A Chelsea meg Tuchel alatt összesen egy olyan mérkőzést játszott a Premier League-ben, ahol egynél több gólt kaptak. Az a West Brom elleni 5-ös volt egyébként hazai pályán, ott is a West Bromnak a letámadása ült nagyon. A Tottenham szerintem ezt nem fogja meghúzni. Örülök, hogy ezt a Villa-nél meccset hoztad fel, mert megvoltak valóban a Villa helyzetek. Mendy remekül védett, meg Kovácsics gólját az gyakorlatilag ajándékba kapta a Chelsea, viszont amiket Lukaku lőtt, hát az kicsit igazolja a hétvégi műsorunkat a top 10 átigazolás között mindenképpen. Két lövés, két gól. Ezt hiányzott eddig a Chelsea-ből. Kis XG-re nagy gól. Ó, beszéljünk Saul Niguezről, akinek hát így botrányosan gyenge volt az első mérkőzése, eladott labdák tömkelege, nagyon kellemetlen volt nézni. Várjuk azért azt, hogy ebből fejlődés lesz, gondolom én. Hát meg van benne potenciál, az nem kérdés. Nekem egy nagyon furcsa jelenség az, ami történt vele itt az utóbbi, nem tudom. Ez nem is az előző szezont kell talán csak kiemelni ezzel kapcsolatban. Ehhez képest már még több kapus is volt. Azt abszolút meg tudom érteni, meg sok mindenkivel összehozták őt a nyáron is. Azt mondja, hogy pont a Chelsea lett, meg pont a legvégén, ez megint egy kicsit furcsa, de szerintem Londonban is úgy vannak vele, hogy most egy próbálkozást megér, meglátjuk, mit lehet belőle kihozni. Az biztos, hogy ennél tud ő többet, mint amit eddig láttunk tőle. Beszéljünk Ben Chilwellről, aki egyetlen percet sem játszott még a bajnokságban. Marcos Alonso, ennyi a történet? Nem, őt kérdezték egyébként Thomas Tuchelt nem olyan régen, talán pont a hétvégi meccs előtt, és ő elmondta, hogy Chilwellt eléggé megviselte, hogy a nyáron kim volt az angol LB keretben, de egyszer sem lépett pályára, volt, hogy a keretből is kimaradt. Viszont ennek ellenére a felkészülés nem tudta végigcsinálni, mert végig ott volt az angol csapattal, Marcos Alonso viszont végigcsinálta, és épp ezért megkapta a bizalmat a szezon elején, és itt tartunk jelenleg. Nyilván Ben Chilwellt nem felejtett el teljesen Thomas Tuchel, jelenleg Alonso lépés előnyben van vele szemben, és azért Chilwellnek a nyáron történik után picit fejben is össze kell szednie magát. De az biztos, hogy hosszú szezon lesz szükség, biztosan lesz rá, hogy fogja még játszani bőven ebben a szezonban szerintem. Folytassuk a Liverpool-Crystal Palace találkozóval, és itt a Palace-nál felhagyták a szokásos receptet az évenkénti hosszabbítással, és Patrick Vieira lett a csapatnak a menedzser. Ez bátor döntés, jó döntés, buta döntés. Bátornak mindenképpen bátor, aztán ugye a bátor vagy botor, tehát majd ez kiderül hosszú távon. Ezt nagyon kevés szokta elválasztani egymástól. Én nem biztos, hogy mertem volna ennyire bízni Vieirában, bármennyire is zseniális, fantasztikus, kiváló labdarúgó volt. Ismeri a várost is. Azt már arra emlékszik, hogyan kell megverni a Tottenhamet. Ugye, tehát, hogy jó, oké, gonoszok vagytok.
Hogyha Vérenak az edzői filozófiájából indulunk ki, akkor azt várnánk, hogy ez egy támadó futball lesz, ahol, amiben nevelkedett, meg egyébként ahol, ahogy edzősködött korábban is, ezt várnánk tőle. Ez a Palace-nál, tudom, hogy Frank de Boer alatt, de nagyon gyorsan megbukott. Ezért kérdezem, hogy mennyire bátor döntés újra egy ilyen hasonló, hát ha nem is ugyan a focit játszó, de mégiscsak támadó felfogású edzőt kinevezni a Palace padjára. Viszont most úgy alakították a keretet, hogy ez hosszú távon működőképes legyen. Ugye azért lehetett félteni a Palace-t, mert nagyon nehéz volt a sorsolásuk itt a szezon elején, és továbbra is az lesz, most játszanak a Liverpool-lal, néhány hét múlva játszanak majd az Arsenal-lal is. De az, hogy a West Ham ellen már egy pontot megcsíptek, az, hogy megverték a Spurs, az szerintem már egy erőnfelülteljesítés is ahhoz képest, amit elvárhattunk tőlük. Mondom, Michael Olise leigazolása, hátsó sorban Goehe és Anderson megszerzés, akik a labdával is nagyon jól bánnak. Ez egyetlen abban az irányban mutat, hogy ebben a projektben valamilyen szinten hisz a Palace-nak a vezetősége is. Tehát valóban az a kérdés, hogy Vieira ezt mennyire tudja csapattá formálni. Az utóbbi két meccs már nem nézett ki rosszul, tehát a Spurs ellen is még akkor is egyértelműen jobban játszottak, amikor a Spurs 11 emberrel futballozott. Conor Gallagher szintén egy nyári igazolás, egyre fantasztikusan játszik, a West Ham duplázott, de hát itt a Tottenham ellen is ő volt abszolút a mezőnynek a legjobbja, úgyhogy ez projekt szinten jól néz ki. Tényleg az a kérdés, hogy Vieira mit tud belőle kihozni, mert a Nizzával is vele igazából az volt a probléma, hogy szintén ez egy ilyen fiatal csapat volt, egy ígéretes projekt, csak hát nagyjából három hetente változott a csapat felállása, nem nagyon találta a hangot a játékosokkal, és a támadó futball, meg ez a stílus így igazából csak mint egy szólam volt jelen, de ugye a pályán nem igazán tudott megjelenni. Amivel a Tottenham próbálkozott így a mérkőzés elején még a múlt héten a Palace ellen, hogy alkalmanként azért voltak magasra tolt pressingek, az ügyesen a Palace kijátszott azzal, hogy Bentekét megjátszott a közvetlen labdákkal. Oké, most ez komolyabb lesz a Liverpool pressing, de hogy ez mégis egy ilyen opció lehet arra, hogy a labda kézadat... A dél-londoni Szalai Ádám. A formában vagy nagy. Jó, azért a Liverpool pressing az picit komolyabb, úgyhogy szerintem itt igazából nem lesz kérdés, hogy melyik csapat szerzi meg a három pontot. Attól függetlenül, hogy a Palace mutatott életjeleket az elmúlt két meccsen. A Liverpool azért nagyon jól tud kinézni, volt azért szerencséjük akár mondjuk a Chelsea elleni mérkőzésen, ahol hát 10 emberrel volt a Chelsea ellenünk, de sok helyzetet tudott még így is kialakítani a Liverpool ellen. Most akkor hogyan matekozzunk a Liverpool összességébe? Jó, az a Chelsea meccs, az csalóka, tehát néhányszor kontrát végig tudtak vinni, ott igazából azon a meccsen az volt a kiemelkedő, amilyen szervezetten a Chelsea védekezett 10 emberrel. Mert a Liverpoolnak a többi mérkőzése meg nagyjából Gála előadással volt egyenértékű, most a Leeds-et gyakorlatilag megalázták, tehát csúnya szóval szart is kiverték belőlük. Nyilván a Crystal Palace más stílusban védekezik, mint a Leeds, hiába próbálnak támadó szellemre váltani, azért itt valószínűleg a saját kapujuk elé fognak szorulni a mérkőzésen. Az lesz itt a kérdés szerintem, hogy hogyan variálja Klopp a játékot így, hogy Harvey Elliott megsérült és hosszú időre sérült meg. Azért a Liverpoolnak itt az első fordulókban ez a jobb szárnyas rotáció nézett ki nagyon jól, hogy legtöbbször Harvey Elliott, aki papíron ugye egy szélső, de nyolcasként kezdett, ő ment ki sokszor az oldalból a mellészállá behúzódott, és Alexander Arnold egy ilyen majdhogy nem előre tolt középpályásként tudta osztogatni a labdákat. Ez picit változhat a jövőben, mert ugye Henderson is hasonló szerepkörben futballozott sokáig itt az elmúlt szezonokban. Ez az a fontos kérdés, hogy tudom, hogy a fura erről beszélni, hogy ki fogja pótolni Harvey Elliottot, de mégiscsak, hogy Henderson az, akinek kapott nyit, vagy Thiago az, aki több lehetőséget fog kapni emiatt? Na, Klopp fejébe kéne belelátni ezzel kapcsolatban. Én Thiagóban nagyobb potenciált látnék ebből a szempontból, vagy sok szempontból. Nyilvánvalóan megbeszéltünk vele kapcsolatban, és már múlt héten is arról itt a top 10-ben is, hogy még mindig várjuk azt, hogy Klopp végre meglássa benne azt, amiért egyébként oda is vitték Liverpoolba. Én benne reménykednék inkább, akkor inkább így fogalmaznék. Folytassuk a La Liga összecsapásokkal, Valencia Real Madrid találkozót játszanak a hétvégén. Bármilyen fura kimondani ezt, az első és a második helyezett csapat játszik egymással. Fura vagy fájó? Nem fáj, ne gonoszkodj, nem fáj a dolog. Szezon eleje van, tudod, még sok minden megtörténhet, még bármi lehet. Szóval Guardiolás vém az megvan, amikor kérdezik a meccs után, hogy érzi magát szomorú. Nem is lehetnék ennél boldogabb. Nem is lennék ennél boldogabb, és így látod, hogy sír a szemed. Jó, hát a Real Madrid ilyen magas pozíció nem lett meg senkit, inkább a Valenciáé, akik nagyon rég jártak ilyen magaslatokban. Meglepő az, hogy a Valencia itt szerepel? Az, hogy Bordalásszal így szerepel, és egy dolog, hogy így szerepel, de ez a legutóbbi két meccs, tehát még azt még csak belelátod mondjuk az ő érkezésébe, hogy akkor hatékonyabb lesz majd a csapat, meg behúzzák a meccséket. Tehát, hogy ilyen három, meg négy gólokat lövöldözzenek, mondjuk a csapatban egyébként nyilvánvalóan van ez a potenciál, meg abszolút a játékosok képességei, azok predesztinálhatják a képességgel a Valenciát ebben a szezonban, azért nekem ez meglepett. De erről beszéltünk itt az edzős top 10-es adásban is, hogy itt az a kérdés nagyjából, hogy ez a Valencia keret
mennyire tud alkalmazkodni a Bordalás-féle futballfilozófiához, amit azért most már elég sok spanyol középcsapat átvett, ami nem feltétlenül szolgálta egyébként a ligának a javát, itt a minőséget meg a látványosság szempontjából. De ez eddig ül is, hogy a Valencia egyre inkább egy Bordalás csapatra kezd hasonlítani, rögtön az első meccsen, persze a piros lap is ezt jelezte egyébként, de hogy nagyon keveset passzolnak, inkább mélyen védekeznek, vagy magasan letámadnak, és a nagyon kevés passz mellé az is páros, hogy a passzaiknak a túlnyomó többsége egyébként hosszú labda, tehát nagyon direkten próbálnak megjátszani, és egyébként nyilván az segít a Valencia, hogy keretminőségben azért jóval előrébb vannak, mint a Hetafe, és ott is azért évekkel lettek ahhoz, míg elfáradt az a kapcsolat, és ebbe a futballba azért néhány év alatt bele lehet fáradni, de most a kezdeti lendület még egyértelműen viszi őket. Fontos változtatásai voltak Bordalásnak egyébként, amik személyi döntések voltak, akár Mamardashvilinak a viszonylag kényszerből, de mégiscsak megtartása a kapuban, Hugo Guillamon középre helyezése, Dani Alves középre helyezése, és Carlos Soler, aki eddig a csapat motorja volt, kvázi mélységi irányítója volt, most újra a jobb szélen játszik. Dani Alvesnek örülnének. Dani Alvesnek, ugye? Hát most ugye szabadon igazolható, úgyhogy le lehet rácsapni. De nem, ezek egyértelműen érthető Bordalásos döntések, tehát Dani Alves is azért kell a középpályára, mert előre hátra tud futballozni, és Carlos Soler meg azért került ki a pálya közepéről, mert nem feltétlenül azokra a tulajdonságokra van szükség, de befelé játszhatik, szintén tudja osztogatni a labdákat. Ja, az nagyon fontos, hogy Gedesnek is jót tett szerintem, hogy közelebb játszott a kapuhoz. Szerintem az ő játékának sokkal jobbat tesz az, hogyha nem szélről kell indulni, nem kell folyamatosan csereznie, hanem sokkal direktebben tud játszani, és erre középen minden lehetősége megvan. Úgyhogy eddig valóban ülnek Bordalásnak a húzásai, tényleg az a kérdés, hogy meddig fog ezt tartani, mikor jön az első nagyobb bökkenő, mert azért előbb-utóbb el fog jönni. Na, meg azt meg izgalmas, hogy mert azért hát jó néhány évvel ezelőtt azért még Angliában, amennyire emlékszem, inkább 10-esként tartották számon, aztán 8-asként, aztán ebből lett ugye szélső hátvéd, aztán úgy tűnik, hogy Bordalás még nem felejtette el, hogy mire képes a srác. Viszont Seri sem megsérült, aki viszont fontos eleme volt a baloldali támadásoknak, és végignéztem a Valencia keretét, ki az, aki sebességben, beadásokban tudná ezt hozni, pont az a Gedes, akinek viszont nagyon jól áll ez a csatár pozíció. Érdemes feláldozni ezt, hogy valaki mást kell keríteni baloldalra? Hát nyilván a legkézenfekvőbb megoldás az Gedes szerepeltetés, az kétségtelen, hogy nem, ő sem kezdte rosszul ezt a szezont. Nem tudom, hogy milyen ki tudna betenni oda a helyére, igazából ez lesz a valódi kérdés, hogy ez mekkora trade-off lesz akkor Bordalás szempontjából. A átigazolási időszak utolsó napján elhozták Elder Costát a Leeds-től, neki ez a posztja, nem tudok róla, hogy sérült lenne, úgyhogy itt a lehetőség, hogy debütáljon. Mit gondoltok a játék maga, amiről te is beszéltél, Pete, hogy a Valenciánál hozzá voltak szokva, hogy itt játsszuk a futballt. Dávid! Ne haragudj, de a Valenciánál szerintem az nem elmúlt, nem az elmúlt két évben, de hogy tradicionálisan hozzá voltak szukva. Jó, szukva. A Mestalla falán még mindig ki van Mendieta, meg Kili González, meg ilyenek, de azért az nem volt. Pablo Aimar. De hogy mégiscsak Pablo Aimar, David Silva, ilyen játékosok jöttek ebből a Valenciából, és most nagyon más focit játszik a csapat. Tök mindegy, végre eredményes? Így van. Jó, okay. A szurkoló az nem egy túl bonyolult jelenség egyébként. Nézzük a Real Madridot, akik a Celtán egy, hát így 4-4-2-es felállással álltak fel, ami lehet furcsa, lehet érdekes, de egyszerre megfért a pályán Hazard, aki csatárt játszott, és Vinicius, aki baloldali támadót játszott. Hát az ugye inkább volt egy szinte 4-2-4 a labdával, két belső középpályása, ugye Valverde játszott kvázi a szélen a jobb oldalon, de ugye nagyjából minden meccsen ezt játszotta a Real, majd most egy 4-3-3-ból indulnak. Támadásban mindig ez a négy fős támadó sorát össze, ez ugye azért hasznos, mert egy-egyben le tudja kötni az ellenfélnek a négy fős védősorát, és hogyha mondjuk mélységből érkezik még valaki, akár mondjuk a bal hátvéd vagy Carvajal a jobb oldalon, akkor meg lehet bontani ezt a hátsó sort. Ezt láttuk egyébként ezen a mérkőzésen is nagyon sokszor. De nem is ezzel van szerintem a probléma a Real Madridnak, mert a támadó sorban olyan egyéni kvalitásaik vannak, amik azért kiemelik őket ebből a Liga mezőnyből, de hogy miről beszélgettünk a múlt héten, hogy a Real Madrid azért, ahogy játszott, ahogy az átmeneteket kezelte, egy elég erősen szenvedhet mondjuk a Celta Vigo letámadása miatt, kaptok belőle gólt is, de számos helyzetet is kialakított ebből a Celta Vigo. Most a Valencia ellen picit hasonló problémával nézhet meg szembe szerintem, ráadásul a Valencia még sokkal agresszívabban is megvalósíthatja. A Real Madrid is sok sérülttel küzdik. Most ezen a mérkőzésen azért belefuthatnak egy-két kellemetlen szituációba, komoly odalépésre, hogy a Real nagyon gyors és nagyon jó kontráit azonnal megállítsa a Valencia. Pete már említette, hogyan kezdte a szezont a Valencia, úgyhogy... Várhatóan ez lesz. Beszéljünk kicsit Miguel Gutierrezről, aki már tavaly feltűnt a Real Madridban, de idén úgy néz ki, hogy több lehetőséget kap, ugye baloldali védőként játszik. Előrejátékban nagyon csodálatosan tud kinézni, és tényleg fantasztikus. Hát védekezésben azért még tud kellemetlen hibákat létrehozni.
ezt a 20 éves korával lehet magyarázni? Ti is nagyon nagy tehetséget láttok benne, vagy csak én vagyok tőle elalélva? Kevesebb, mint 10 meccs van a Real Madrid felnőtt csapatában. Nekem egyébként már tavaly is tetszett, amikor azon a néhány meccsen lehetőséghez jutott. Nagyon jó a beadása, jól tudja előrejuttatni a labdát, felcipelni a labdát, ezekben a klasszikus szélsővédő erényekben kiemelkedik. Jó, nyilván itt a Celta Vigo-nál is például a második gólnál magasan felragadt, de hát ott is igazából az nem az ő hibája volt, hanem egy támadási építésből egy probléma, hogy olyan magas pozíciót vett föl, mégis nyomás alatt elveszítette a Real Madrid a labdát, de szerintem abszolút van benne potenciál, úgyhogy én mindenképpen bizalmat szavazok neki hosszú távon is. Benzema mesterhármast rúgott, ezzel átvette a góllövőlista vezetését. Tehát gólpaszt adott Viniciusnak. Ugye, de itt kicsit a gólok számára akarok kitérni, mert hogy bármilyen furcsa is, Benzema utoljára gólkirályi címet és az egyetlen gólkirályi címet még a Ligue 1-ben szerezte 2007-2008-as szezonban. Itt a lehetőség, na most tényleg mindenki elment, már tényleg ő a legnagyobb. Igen, tehát hogy mi a furcsa ebben, pontosan tudjuk, hogy mi volt eddig a helyzet, meg a státuszkot a Real Madrid-n a támadóposztokon, meg a spanyol bajnokságban úgy egyébként ugye a gólfelelősi pozíciókban, úgyhogy ja, abszolút ez a szezon állhat neki ebből a szempontból is teljes mértékben. Most igazából egyértelmű, hogy neki kell a vezérnek lenni ebben a csapatban, mondjuk ott a középpálya mellett még. Folytassuk a Real Sociedad Sevilla találkozóval. És a Sevillaról még nem beszéltünk ebben a szezonban. Tök jó lett volna, hogyha akkor beszélünk, hogyha már látjuk a Barcelonát, mit tudnak csinálni. Mert hogy az lett volna az első igazán komoly erőfelmérő. Most még csak tippelgetünk, hogy mennyire lehet erős a Sevilla. Szerintetek mennyire erős? Eléggé. Hát most eddig az eddig lejátszott meccsek alapján a legjobb védelem az övék az egész bajnokságban. Nem csak kapott gólok kapjon, egy gólt kaptak eddig, de az engedett helyzetek minőségében is, hát toronymagasan egyébként ők az elsők ilyen szempontból. Jól néznek ki, tehát a labdát továbbra is jól tartják, alapvetően a játéstílusuk nem is változott az előző szezonhoz képest. Annyi, hogy például próbálkoztak azzal, hogy három védővel játszottak az első fordulóban, utána visszaálltak négy védőre, de a Sevillától szerintem nagyjából ugyanazt fogjuk kapni, mint az előző idényben, amellett egyébként, hogy megint volt egy moncsis nyaruk. Tehát gyakorlatilag kettő kivételével minden posztra hoztak legalább egy játékost, nagyon jó áron, szerintem például Villéné megszerzése az egy teli találat ebben a csapatban, Augustinsson is egy jó megoldás lehet a bal hátét pozícióra, és szerintem Rafa Mir is egy tök jó alternatívája lehet Ennesirinek. Nem tudom, fura volt ez az Salzburg elleni első fél idő, sikerült ezt az 3-11-et. Az több mint mókás volt, de ezt tekintsük szerintem egyelőre ilyen kisiklásnak. Van egy kis lamella láz újra itt a Sevilla környékén. Akarunk róla beszélni? Vagy én érteni látom a lamella lázat, csak azt is tudom, hogy mi fog következni utána. De pont ezeket tudom. Így van, hogy valami hasonló, az megsérül, meg ilyeneket is szokott produkálni. Hogyha jó kedve van, meg elkapja a fonalat, akkor képes egészen csodálatos dolgokra, és várom a sarka mögött előtt gólokat, meg a hasonló dolgokat, még egy-két hónapig szerintem még az abszolút mehet, aztán meglátjuk, mi lesz belőle, de nem fűznék hozzá nagyon nagy reményt. Aztán meg egyébként a fene tudja, mert a Sevilla meg pont ebben szokott igen, jó lenni. Ezek a játékosok pont így a Sevillában szoktak elkezdeni igazán működni, úgyhogy lehet, hogy Monchi megint belenyúlt. Beszéljünk Kundéről, aki végül is maradt, tényleg így az utolsó pillanatokon múlt, hogy most távozik vagy marad. A maradása az lehet egy persze egy tök jó lehetőség, mert nyilván Kundé egy zseniális védő. Mennyire lehet motiválni egy ilyen játékost? Ez szerintem egy kérdéses lehet azért az ő szempontjából is. Szerintem nem kell motiválni. Nyilván neki szerintem elég motiváció az, hogyha nem most, akkor a jövőre van. Jó, de hogy lehet, hogy van egy ilyen nagyfokú csalódottság benne, biztos, amit túl kell élni egy kicsit. És ezt észre kell jól kezdeni, ezt vele kapcsolatban is ez sok mindent el fog mondani ez a következő néhány hét hónap, hogy ezen mennyi alatt lendül át, meg hogyan fogja tudni kezelni, de összességében meg abszolút egyetértek Peter. Tehát neki józan észre lesz kell látni, neki inkább azért kell dolgozni, hogy akkor a következő nyáron legyen valaki, aki hajlandó annyit ajánlani, miért mondj is azt mondja, hogy nagyon jó a fiam, mehetsz. Meg azért eddig nem működött olyan rosszul a Sevilla védekezése, ahogy azt már mondtam. Beszéljünk a Bono Dimitrovic párharcról. Ugye Dimitrovic az Eibártól érkezett tök ingyen, szintén egy tök jó moncsis igazolás. Kezdett is az első fordulóban, azt azóta a kispadon ül. Hát, Salzburg elleni meccs, azért véd Bono. De ő egy jó kapus, tehát Dimitrovic meg azért jó egy gyengébb csapatban védett az Eibárban, de azért a PSG-t... De azért a PSG-t évről évre alul teljesítette, tehát több gólt kapott, mint ami várható volt tőle. Bono viszont ilyen szempontból nem is kiemelkedő, de eléggé kiegyensúlyozott, úgyhogy én abszolút megértem, hogy tovább esélyt. De hogy Dimitrovic meg sokkal jobb lábbal, és ez ebben mondjuk lehetne mondjuk így. Bononak azért, hogy mondjam, tehát azért őt szerintem kellőképpen megszerették a szurkolók, és Sevillában abszolút felépítette magát az előző szezonban, most már teljes mértékben. Jó végig a 11-eseket. Az meg a másik fele. Dimitrovic csak pont olyan kapus, mint amikkel a Sevilla az Európa Ligát szokta megnyerni, úgyhogy majd a tavasszal a kieséses szakaszra várom neki megint. Jó, nézzük a Real Sociedad oldalát, ők nagyon rosszul kezdték a bajnokságot, de kifejezetten jól folytatták. Ez itt a kulcsjátékosok visszatérésével magyarázható, itt a, nyilván Ollyász Zabáról beszélek, Isakról beszélek, meg David Silváról beszélek.
Ez elég sokat számít, hogy a Real Sociedad szintű csapatnak a legjobb játékosai elkezdenek játszani. Ilyen játékosok, bocsánat, mindenhol sokat számítanak. Abszolút. Abszolút, de tényleg. Tehát az első forduló azért elég csúnya volt a Barcelona, de hát ott abszolút nem az alapcsapat játszott, tehát kulcsfigurák hiányoztak, és legutóbb a Cádizán is szerintem nagyon okosan játszottak, ott Oyar Zabának szerintem a labda nélküli mozgása például parádés volt, hogy folyamatosan be tudott indulni az ellenfél védelem mögé. Megint csak azt tudom mondani, mint a Sevillánál, tehát olyan drasztikus változásokat a Real Sociedad játékában sem fogunk észrevenni, és ilyen szempont meg a hatékonysággal sem lesz gond. Itt az a kérdés valóban, hogy tényleg harcban tudnak-e lenni esetleg a BL indulás jelentő helyekért, mert és ebből a szempontból lesz szerintem nagyon fontos a Sevilla elleni meccs, mert azt a negyedik BL helyet ezzel a minőségű játékkal a Sevilla szerintem nagyon hosszú távra kibérelheti, amíg mondjuk Lopetegui ül a kispadon. És Oyar Zabának a pozíciójára azért fontos beszélni, de eddig 4 mérkőzést játszott, 2-szer a bal oldalon, 2-szer a jobb oldalon. Ugye Barrenechának a beépítésével került át ő a jobb oldalra. Jó volt ott is, de inkább azért jobban látszik, hogyha bal oldalon játszik, akkor eredményesebb, jobb. Csak hogy ugye itt a deal, hogy akkor Barrenechát szeretném beépíteni, a jövő nagy tehetsége, Oyar Zabát megírja áttenni a jobb oldalra. Most tudom, hogy sérült, csak hogy mégiscsak a matekot valahogy húzzuk meg. Az Dalgasinak vannak ott emberei a másik oldalra is, de Oyar Zabal meg ebből a szempontból van hasznos, tehát ő tényleg konkrétan a támadó sorban minden poszton tudott használni. Jobb oldalon, bal oldalon, tízesként, befejezőként. Tehát én ettől annyira azért nem félteném a Real Sociedadot. Folytassuk az olasz bajnokikkal, Juventus Milán a rangadót rendeznek a hétvégén. Hát ezt a tabella nem feltétlenül tükrözi, hogy a Juventus a rangadót játszik bárki, eddig 3 mérkőzés, 1 pont. Kell-e a vészhalangot előkapni, vagy nézegetni, vagy már kongatni? Előtted a point az adás legelejére, úgyhogy... Ez az eleje van? Nem már! Ne. Tehát ennyivel meg lehet ezt magyarázni? Mert tényleg rossz az Juventus. Jó, de sok mindennel megint. Tehát most persze Allegri azt mondta itt a Napoli elleni meccset is, hogy nem lehet azzal takarózni, hogy ez egy csomó játékosok hiányzik, ugye itt a teljes, a fél csapat gyakorlatilag ugye a meccs napján, vagy azelőtt nem sokkal érkezett meg itt a dél-amerikai VB-selejtezőknek köszönhetően, ezzel együtt azért ezt is nyilván bele kell számítani, itt felépített csapatról. Meg igazán olajozott a működő csapatjátékról nem lehet beszélni elsősorban, de mondjuk ha azt is hozzáteszed, hogy Locatelli milyen későn érkezett meg, azért őt is még szerintem neki is, most már azért kezd egyre jobban kinézni ő is a hely, meg egyáltalán ez a középpálya, hogy összejön, az biztos, hogy kell még valamennyi idő, csak tényleg az a probléma, hogy azt látom, hogy például ezen a Malmö elleni meccsen is szerintem Allegri már nagyjából azt a csapatot küldte fel, amit ő látni szeretne a pályán, és azért olyan sok jót nem ígér a US szurkolóknak. Csak hát amikor meg Allegrivel igazán eredményes volt ez a csapat, akkor sem arról volt szó, hogy itt okátta a gólokat a Juventus, hanem meghúzta az olyan meccseket, mint a Napoli mondjuk 1-0-val. Igen, ez nagyon érdekes lesz, hogyha mindenki visszatér, akkor pontosan hogy fog kinézni a Juventus, mert ezért Chiesa sem játszott például a Napoli ellen, és ott is azért a meccs nagy részében legalább a védekezés az viszonylag jól működött, amíg Cserzsny oda nem ütötte a labdát Politano elé, meg Moiseken úgy nem gondolta, hogy ő mindenképpen gólt akar lőni, csak épp nem, mindegy, hogy hova. Csak nem az ő csapata végezte el azt a szögletet. De a támadójáték azért elég síralmasan nézett ki. Igen, Locatelli ugye most kezdett először, nyilván nagyon nagy következtetéseket ebből nem lehet levonni. De itt ugye mindig az volt a kérdés vele kapcsolatban, hogy őt 6-os posztra igazolták egyértelműen, de hogy a Sassuolóban, meg az olasz válogatottban is egy ilyen dupla szűrős megoldásban játszik, és nagyon sokat juttatta előre a labdát, de fel is lépett az akciókkal, tehát hogy konkrétan ezt a regista posztot, hogy hogyan fogja betölteni, megvan hozzá egyébként a képesség, mert a tulajdonságai, az még egy kérdés, hogy mennyire gyorsan fogja be belerázódni. Az meg szerintem egy másik intűje, hogyha neked West Ham McKennie-nek a mélységében indulásai a legveszélyesebb játékelemet a támadásban, azért ez elég aggasztó. Jó ebben, de ugye ez egyedül az, ami veszélyt jelent, hogyha mondjuk nincsen Chiesa, az aggasztó, és a Juventusnál szerintem, és akkor most nézzünk egy picit big picture-t, picit lehet, hogy arra kéne rámenni, hogy ezt a csapatot hosszú távon újjáépíteni. Ronaldo transferrel annó tényleg mi BL-t akarunk nyerni, csak jött a visszaesés, és évekre megkötötték a saját kezüket anyagilag. Ronaldo miatt nem tudtak normálisan csapatot építeni. Most az idei nyarukat megnézem, például Ihaterennek a leigazolása, Kai Zsorzsnak a leigazolása azért azt mutatja, hogy a jövőre is gondolnak, ugye egyáltalán rögtön kölcsön is adták itt a Sampdoriának, hogy ez valahogy megkezdődött, csak ezt majd így átvinni az első csapaton, az lesz egy érdekes projekt. Nem tudom, hogy Allegri egyébként erre alkalmas-e. Tehát egy ilyen nagy átalakítást ő szerintem még nem vitt végig a Milánnál sem. Tehát ő akkor távozott a Milántól, ahol megkezdődött az a hanyatlás, ami most a Juventusnál is megkezdődött. Lehet, hogy ez a szezon jobban fog hasonlítani egyébként Allegri utolsó milános szezonjára, mint arra, mint mikor először átvette a Juventusnak az irányítását. Akkor azért már Conte egy felépített csapatot adott át, amit ő igazából tovább fejlesztett. És jó, hogy ez a Milán mérkőzés következik, mert
hogyha most sem sikerül nyerni, vagy akár újra vereség van, akkor el kell gondolkodni azon, hogy biztos, hogy jó döntést hoztunk azzal, hogy Allegrinek adtunk egy 4 éves szerződést a nyáron? Nagyon fura ez az egész, ez a most pont ez, hogy Bernardeschi is, meg Chiesa is kiestek, Kulusevskiben nem tudom mennyire bízik még Allegri. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy például hogy fogja felállítani egyáltalán ezt a csapatot majd most erre a meccsre, de egy kész csapatról még semmiképpen sem tudsz beszélni a Juventusnál, és ezt mindenképpen türelemmel kell lenni Allegri irányába is, szerintem, de az biztos, hogy a nagyon sokáig már nem tudnak várni, de hát 15-ben volt az a bajnoki címe Juventusnak, amikor hasonlóan döcögősen kezdődött a szezon, aztán mégis megcsinálták. Most azért nehezebbek szerintem az ellenfelek, vagy jobban összeálltak az ellenfelek, inkább fogalmazzunk így. És a Juventus kerete is gyengébb van. Az meg egészen biztos. Az egyértelmű. A Milánnál viszont nagyon jól működik a játék, és itt beszélgettünk itt a hétközben a Milánról a Hot Topicban Krisztoffal, aki egy kipukkanást vár. Én kevésbé várom ezt, mert tényleg jól tud ez a dolog kinézni, meg jól is nézett ki eddig, és főleg az a láció, ami kifejezetten jó volt, kifejezetten jobban játszottak. Hú, ja, nagyon jól nézett ki a Milánnak a letámadása a láció ellen. Tehát a Brahim Diaz, amit egyébként védekezésben művelt, hogy tökéletesen zárta gyakorlatilag a passávokat, vagy ahogy Kessiék tudtak nyomást gyakorolni a Luis Albertoikra a középpályán, az egészen parádés volt. De ez volt egyébként a Milánnak az erősség az előző szezonban is, hogy olasz szinten Pioli azért egy viszonylag jó pressinget tudott összerakni. Előtt pedig azért már megvan bőven a kémia a támadók között, még akkor is, ha mondjuk nincsen Ibrahimovic. Ja, most is Rebicnek kellett középcsatárként játszani, amit azért szerintem meg is érzett a Milán is. Az látványos volt, hogy mikor Ibra beállt, akkor meg is változott a csapatjáték előrefelé is. Tehát ezért igazolták le Giroud, aki ugye most már játszhat is. De most még nem tudjuk, hogy mi lett a Liverpool-i meccsnek a vége, de hogy Ibra megint megsérült, hogy Giroud valószínűleg ott is kezdeni fog, meg itt a Juventus ellen is kezdeni fog, de vele sem nézett ki rosszabbul a Milán. Nekem ezt tetszik bennük, hogy Pioli irányítás alatt egyébként a játék megközelítésben, meg játék minőségben is viszonylag konzisztensek tudnak lenni. Az előző évi kipukkanás inkább annak köszönhető, hogy elkezdtek elfogyni a játékosaik. Nyilván, hogyha ez megtörténik ebben a szezonban is, azért most se lett sokkal bővebb a keret, Ibrának most már van egy alternatívája egy Giroud személyében, akkor azért lehetnek problémák, de hát a cél az még megint a BL indulás kiharcolása. És vannak bőven riválisok, de a Milán itt az első fordulók alapján abszolút esélyes erre. Abszolút egyetértünk. Beszéljünk Florenziről, akinek az igazolását hát így nem nagyon értettem. Gondoltam, hogy Calabria mellé mögé minek egy Florenzi típusú játékos, de kiderült, hogy hát nem az ő vetétása, hanem inkább Salamaker jobb. És szerintem egyáltalán nem hülyeség, sőt, tehát Florenzi azért minden csak nem igazi jobb hátvéd. Abszolút ilyen kétszer megoldásnak éreztem PSG-n és meg Rómában is. Ez sokkal inkább passzol szerintem az ő képességeinek, vagy sokkal inkább helyére kerül szerintem ebben a csapatban ezzel, és kíváncsi vagyok, hogy ez lesz a hosszú távon is, de ebben sokkal inkább látok fantáziát. Azért szerintem látni fogjuk őt jobb hátvédként is. Főleg azért, amit mondtál, hogy azért szükség lesz rá. Hát szerintem Calabriának egyetemen ő az alternatívája, hogyha ő nem játszott egyébként Calabriának, és az előző szezonja is nagyon jól sikerült. Ezt a szezont is nagyon jól kezdte, tehát az, hogy ő az első számú opció, az szerintem nem lehet kérdés. De hát nem véletlen, hogy egész nyáron a Milán jobb hátvéd után kajtatott. Nagyon sokáig Diogo Dalotot szerették volna ismét megszerezni a Manchester Unitedtől, aztán őt nem engedték el, vagy csak annyi pénzért engedték volna, amennyit a Milán már nem volt hajlandó kifizetni. És Florenzi egy abszolút ilyen B opció, de az meg plusz, hogy akár csak Dalot egyébként, ő is tud a középpálya szélén is játszani, hogyha a szükség úgy hozzá. Folytassuk a Bundesligával, ahol Wolfsburg-Frankfurt mérkőzést rendeznek a hétvégén. Hát a Wolfsburg jelenleg 100%-os mutatóval vezeti a bajnokságot. Oké, hogy a Bohuma Hertha, egyébként a Lipcse, meg a Fürth. És a Fürth jött szembe. Ennek köszönhető ez a dolog? Vagy be kell dicsérni Van Bommelt, aki a hadseré ellenére nem... Az a hadseré azért egy vicces dolog, abban azért sokaknak benne van szerintem a felelőssége, és itt bármennyire is felhívták egyébként állítólag ugye a Német Szövetség részéről is a csapatok figyelmét, hogy ezt nem fogják engedélyezni a kupában. Azért nem tudom, tehát ebbe, ugyanez volt, ahogy a Róma esete az olasz kupában szintén, hogy nem hiszem el, hogy a negyedik játékvezető sincsen ezzel tisztában, és akkor miért csinálja meg? Miért engedte? Ő is felmutatja a táblát, hogy kicsit furcsa, hogy őket nem vonják ennél jobban felelősségre, de mindegy, az ellenfelek nyilván adták valahol ezt a Wolfsburg számára, de közben meg. Tehát úgy tűnik, hogy ezt a szívóságát azért csak megőrizte ez a csapat, ami az előző szezonban a mostani ellenfélnek az edzőjével is jellemző volt rájuk. Engem meglep még ez a fajta kezdés, és kíváncsi vagyok, hogy meddig fog kitartani ez a lendület. Az a furcsa számomra, amikor Van Bommelt kinevezték, ő azt mondta, hogy szeretnék látványos támadó játékot játszani, csak hát ehhez majd a játékosok is kellenek. Persze, hát, de nem még egy pár másik játékosnak pont ezt akartam, hogy ez a Wolfsburg azért tavaly nem erről volt híres egyáltalán, és szerintem nem is lehetett reálisan várni, hogy ez ilyen irányba mozd, de pláne nem Van Bommellel. Jó, hát tavaly a Wolfsburg unalmas német focit játszott, most idén unalmas holland focit játszik, tehát ennyi a különbség nagyjából, persze a hatékonyság az megvan, és nyilván ebben nem szabad figyelmen kívül adni az ellenfelek minőségét.
De igen, hogy az előző szezonban 34 meccsen 7-szer fordult elő olyan, hogy a Wolfsburg 60%-nál többet birtokolt a labdát, abszolút nem erre voltak kondicionálva Glasner alatt. Most ebben a 4 fordulóban ez már 3-szor megtörtént, és nyilván megint csak Bochum, Hertha, Fürth, tehát ez valamilyen szinten várható is volt. De a Lipcse ellen meg pont azt a szívóságot láthattak a Wolfsburgtól, amit meg az előző szezonban Glasner alatt. Tehát egyelőre valamilyen szinten működik, de azért hosszú távon, amikor majd nem csak nagyon rossz, meg egy picit alakuló csapat ellen játszanak itt a Lipcse szemében, akkor fog kijönni igazán, hogy hol tart jelenleg ez a Wolfsburg. A BL-ben például most a Lille ellen közel sem néztek ki jól. Weghorstról azért kicsit beszéljünk. Én megnéztem Weghorst összes kapura lövését ebben a szezonban. Hát és nem volt olyan meccs, amikor ne hagyott volna, aki ténylegesen zicsert. Ez látszik is a mutatóiban, tehát 3,4-es XG mutatót hozott eddig, össze 2 gólya van, 11-est is rontott egyébként. Neki ezt össze kell szednie fejbe magát, mert róla azért eddig úgy beszéltünk, hogy helyzetbe is kerül, és be is rúgja azokat nagyon jó százalékkal. Meg még marha jó fizikai felépítése is van. Én nagyon kampányoltam érte tavaly, hogy bekerüljön a holland válogatottba. Nem kezdte jól ezt a szezont, persze, valószínűleg neki is lehet, hogy a nyár volt sok, valami kell, hogy legyen ott vele, de egyébként meg kell várni formában rendőrni, és szerintem azért fogja még hozni itt a gólokat. Lukasz Mecsa tűnik nagyon jó igazolásnak ezen a nyáron. Akit még nem tudom, hogy most szélen fog játszani, vagy középen, én inkább a középső posztra szavaznék számára, de ő kifejezetten jónak néz ki egyébként ebben a csapatban. Igen, benne egyébként az, hogy egyrészt lehet Weghorstnak az alternatívája is, tehát az előző szezonban, amikor az Anderlechtben 18 gólt lőtt, ott a meccseknek többségén középcsatárként játszott 4-3-3-ban, viszont nagyon sokszor húzódott ki akkor is a bal oldalra, és egyébként ő tud a szélen is játszani, és ez a másik erénye, hogy tud Weghorstnak lenni egy alternatívája, és tud vele együtt is játszani, mert Weghorst egyébként valóban egy ilyen célember, akire fel tudott passzolni, fel tudott lőni a labdákat, de Mecsa viszont olyan, aki inkább területbe szeret mozogni, cselezni szeret egy az egyben, tehát profilra egyébként jól kiegészíthetik egymást. A Frankfurtról is beszéljünk egy kicsit, ott hát az első fordulós nagyverés után egy komoly átalakítást vitt véghez Glasner, ugye ezt a háromvédő szisztémát átalakította, és az a 3-4-2-1 átalakult egy 4-2-3-1-jé. Nyomott egy inverse hüttert, mert ugye megfordítva csinált ezt a Frankfurttal. Oké, de hogy ez sem működik, három forduló alatt 3x. Van baj. Főleg ugye ez a Kostić-féle történet is nagyon izgalmas, hogy sokáig tartotta magát a plátyka, hogy viszik Nápolyba, aztán mégsem ment közben, meg átváltanak erre a rendszerre, ami tehát pont Kostićnak a legnagyobb erényét nem használja ki, azzal, mert neki annyira jól lát az a baloldali futópozíció. Igen, ezt meséljük el szerintem, mert rohadt jó ez a történet, hogy miért nem lett Kostić végül a Láció játékosa. És sokáig azzal vádolták meg a Frankfurtot, hogy hamis e-mail címet adtak meg, amire az ajánlatot elküldték. De nem, kiderült, hogy a Lációnál, aki írta az e-mailt, volt egy gépelés hiba. Az Eintracht Frankfurt, kukat, nem tudom mi helyett, az Eintracht, tehát a K betű kimaradt belőle, és nem ment el az utolsó ajánlat. Elképesztő, ezen csúszott el a transfer. Én biztos egyébként végigment volna, mert valami nevetséges, alacsony összeget ajánlottak Kostićért, valami 10 millió eurót, ami azért érte szerintem nekem nagyon, sértő. Nagyon kevés lenne, ezért is húzottak el egyébként nagyon sokáig a tárgyalások. De egyébként itt, hogy a rendszerváltásban Kostićnak hol van a helye. Egyrészt ez bal hátvédként szerintem továbbra is tud segíteni, támadásban főleg, de azért, hogyha emlékszünk az előző szezonban, ott Glasner nagyon jól használta például a hasonló profilú Bakut, mint jobb szélső, aki játszott jobb hátvédet is. Tehát ilyen szempontból meg a 4-2-3-1-ben Kostićot akár itt a bal szélső posztján is el tudom képzelni hosszú távon. De itt inkább a középcsatár poszton vannak. Főleg. Hát ugye Borré, aki hát André, nem André Silva szintet hoz eddig, ugye 2,4-es... André Silva sem. André Silva sem hozza, az jó. De hogy, vagy lehet, hogy most hozzák azt a szintet mind a ketten. Jó, egy 2,4-es XG-re rúgott eddig nulla. Hát legalább helyzetbe kerül. Ez mindig jó, mert abból előbb-utóbb lesznek gólok, és nem csak lő vakvilágban, hanem viszont magas minőségű helyzeteket alakítanak ki neki, vagy kerül helyzetekbe, ami átlagosan 22%-os esélye van egy lövésének, hogy gól lesz belőle. Ilyen szempontból tényleg bravúr, hogy ezekből egyet sem sikerült még összehozni. Viszont érkezik Sam Lammers az Atalantától. Ott se sokat láttuk játszani, de hogy legalább alternatíva, vagy szerintetek ez egy ilyen gyors váltás lesz Borré szempontjából? Tehát nyilván Borrén is meglepődti már eleve, hogy jött ez az elképzelés. Csak a Frankfurtnak a scouting azért az utóbbi években egészen jól működött. Más kérdés, hogy ugye a főnök nincs ott már, aki a scoutok jelentése alapján eldöntött, hogy kit igazoljanak le, úgyhogy lehet, hogy ez jelent itt a problémát. Nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a hosszú távon, mert azért eddig ez egy elég furcsa sztori. Erre én is kíváncsi vagyok, viszont ha ti is kíváncsiak vagytok arra, hogy milyen tartalmak lesznek itt a csatornán, akkor érdemes feliratkozni. A mai napon egyébként lesz még Ferencváros meccs után, Sívszó után, úgyhogy akkor is tartsatok velünk. Velünk pedig ebben a formációban egy hét múlva találkozhattak. További szép estét mindenkinek, sziasztok!
Pápa.